A só népmese. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányának jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbikken. Felej nekem, édes leányom, hogy szeretsz te engem? Mint galamb a tiszta búzát, felelte a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középsőt, én úgy édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt. Na, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez, mondjad, hogy szeretsz. Én úgy édesapám, ahogy az emberek a sót. Felelt a legkisebbik király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek, förmet rá a király. Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is. Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így, meg úgy szeretik a sót, nem volt pardons grácia. Világá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves ki sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe onnét nem is tudott kivergődni. Szállás vert egy odvas fában, s kikiárt az erdőre, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy érdegelt magában. Egyszer, amikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s megpillantotta a király kisasszonyt a málnabokrok közt. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, és nagy beszaladt a faudvába. Utána megy a királyfi, s beszól. – Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az óduban, reszketett, mint a nyárfa levél, egy szót sem szólt. Újra kérdi a királyfi. – Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember jöjjön ki, ha ördög menjen a pokolfenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belélövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, és kibújt a faodvából, nagy szipógva szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, kellemes volt az arca, szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága, aranyos, gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem azt gondolom még egy napot sem, de talán még egy órát sem, papot hivatott, megesküdtek, és csaptak akkora lakodalmat, hogy no, ki tudná azt megmondani mekkorán. Tehát múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint a galambok. Mondta egyszer a király, na feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mond meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondta a királyné, én másképp most sem mondhatom, mint ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az édesapám, hogy szeretem őt, és én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondja a király. Majd csinálok én valamit, tudom. Visszafordul az apát szíve. Hogy s mit fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, és abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap. Harmadnap jött az öreg király hat lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ott már meg volt terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inosok a fiannál fajnabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, és abba a sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolta az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg, ebből bizony kifelejtették a sót, de a marha húsban majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Horták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, és belé nem harapott, olyan cuda, sótalan, íztelen volt, mind a sok drága pecsenye. De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg. Hallod-e, öcsém? Hát miféle szakácsod van néked, hogy só nélkül süt, főz? Sóval süt, főz az máskor mindig felséges, bátyám uram. De én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszemnyi sót is tesz az ételbe. No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert én erősen szeretem a sót kitől hallottad, hogy nem szeretem. Én bizony éppen a kegyelmed leányától felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebbik leánya. Helyistenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, és azóta ország világszerte kerestette mindenfelé. Bezzek, hogy most a legkisebbik leánynak adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.